Örményország hegyi Karabah tavalyi elvesztése után csalódott Oroszországban, mert az nem védte meg az örmény enklávét Azerbajdzsán támadásával szemben. Ezért most új stratégiai partnereket keres nyugaton. Az orosz katonák Örményország keleti feléről már kivonultak. A török-örmény határhoz közeli Gyumriban, a legnagyobb orosz katonai bázison azonban még több ezer katona állomásozik. A helyiek egy része aggódik. Ha az oroszok elmennek, ki fogja garantálni a biztonságukat? Ezek itt a legnépszerűbb felvarrók, köztük a Z, amely Oroszország Ukrajna elleni inváziójának hírhedt szimbóluma. A vásárlók főként a közeli orosz támaszpont katonái. De nem is Oroszországban vagyunk, hanem Örményországban. A boltosok féltik a megélhetésüket, nem akarják, hogy filmezzék őket. Miután elkezdődött az ukrajnai háború, a forgalmunk kissé visszaesett, mert a katonákat áthelyezték innen Ukrajnába. Egyre több az orosz katona az üzletben. Megkérnek, hogy távozzunk. Ilyen boltból sok van Gyumriban, Örményország második legnagyobb városában. Itt tart fenn katonai támaszpontot Oroszország. Biztonsági szempontból ez egy sérülékeny hely. Mindössze 10 kilométerre vagyunk Örményország ellenséges szomszédjától, Törökországtól. Itt már tilos filmezni, de elég közel tudunk menni, hogy lássuk Putyin üzenetét a határátkelőnél. Oroszország növekvő katonai ereje a béke garanciája a bolygónkon. Örményország ezt sokáig el is hitte, és az orosz partnerség jelentette számára a védelmet Azerbajdzsánnal és Törökországgal szemben. De ebben ma már nem biztosak. Oroszország tavaly hagyta, hogy Azerbajdzsán elfoglalja hegyi Karabahot az örményektől, és az orosz csapatok az azeri határnál megkezdték az országból a kivonulást. Bár a Gyumri bázis bezárását nem tervezik, az itt élők féltik a biztonságukat. Ha az orosz hadsereg távozik, azonnal megtámad minket Törökország és Azerbajdzsán is. Hála Istennek, hogy itt vannak és szabadon élhetünk. Mi szabadon élünk, jó. Sokak szerint viszont stratégiai hiba volt az ország biztonságát kizárólag Oroszországra építeni. Inkább nyugat felé orientálódnának. Jobb lenne, ha a NATO lenne itt, jobban tartanának tőlünk az ellenfeleink. Néhány itt élő orosz is aggódik a fordulat miatt. Például Tatjana, aki férjével és gyerekével azután jött ide, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát. Szerette volna, ha a férje elkerüli a besorozást. Az angol tanárnő attól tart, hogy a helyzet bonyolódik és menniük kell a városból. Nem tudom, melyik oldalról jöhet fenyegetés. Bárcsak tudnám, de fogalmam sincs. Próbálok nem gondolni rá, mert nagyon aggaszt, és mindig oda lyukadok ki, hogy erre nincs egyszerű megoldás. Ha Örményország közelebb kerül az EU-hoz, Oroszország megbuktathatja az örmény kormányt. Az ország jövője a térség geopolitikai egyensúlyától függ.